A mai videóban a készletezésről lesz szó. A készletezés szerepe, ugye az áruforgalmi folyamatban és a készletek fajtáiról lesz szó, és a készletgazdálkodásról. Ugye a készletek a kereskedelmi forgalom lebonyolításához, folyamatos és zavartalan értékesítéshez, árukra és árukészletre van szüksége. Tehát ahhoz, hogy a kereskedelmi forgalmat lebonyolítsuk, úgy, hogy folyamatos és zavartalan legyen az értékesítés, ahhoz szükségünk van árukészletezésre. A készletnek az áruforgalom lebonyolításához szükséges árumennyiséget nevezzük. Tehát a készlet az áruforgalom lebonyolításához szükséges árumennyiség. A készlet a termelés és a fogyasztás időbeli és térbeli különbségét hidalja át. Tehát idő és térbeli különbséget hidal át a készlet. A készlet fogalma, ugye a készletek olyan eszközök, amelyek szerint egy termelési folyamatban vesznek részt, és ennek tevékenységének a során, vagy elveszítik eredeti alakjukat, például nyersanyagkészletek, vagy változatlanok maradnak, ugye feldolgozás nélkül értékesített áruk, vagy változatlan formában a vállalkozást elhagyják. Tehát van, amikor elveszítik az alakjukat ezek a készletek, valamikor változatlanok, ezek a termékek, tehát úgy értékesítik tovább, ahogy épp megvették. Vagy éppen, ugye, bejön hozzájuk a nyersanyag, feldolgozzák, és utána értékesítik. Tehát elveszítik az eredeti alakjukat. Ugye a készletfajtákat csoportosíthatjuk, ugye, számvitel szempontjából, illetve forgalmuktól függően is. Nézzük is akkor meg a számviteli szempontból való csoportosítását a készletfajtáknak. Ugye vannak az anyagok, a nyers és alapanyagok, segédanyagok, üzem és fűtőanyagok, alkatrészek és anyagi eszközök, illetve vannak az áruk. Akkor beszéljünk először az anyagokról. Tehát a munka, tárgyai vagy a tevékenységet szolgáló anyagi eszközök. Tehát az anyagok lehetnek munkatárgyai, vagy a tevékenységet szolgáló anyagi eszközök. Vannak nyers és alapanyagok, ezek az ételnyers anyagok. Vannak segédanyagok, ezek az étkezési anyagok, csomagolóanyagok, esetleg nyomtatványok és írószerek, tisztítószerek, ezek a segédanyagok. Illetve üzem és fűtőanyagok, azt nem kell részleteznem, illetve vannak alkatrészek, és anyagi eszközök, szerszám, műszer, felszerelés, egyenruha is ide tartozik, illetve vannak az áruk, ugye a kereskedelemben forgalomba hozott, vagy viszont eladás céljából beszerzett, valamint előállított, és a saját üzletben értékesített termékek vannak. Ugye vannak a kereskedelmi készletek, ugye tovább értékesítési céllal vásárolt például italok, vagy külön felszámolásra kerülő csomagolóanyagok, vagy áruval együtt eladott üzletpalackok. Van betétdíjas készlet is, ilyen a göngyöleg, a szállító és a tároló eszköz, például rolikocsi. Tehát tároló eszközök. Ez a kereskedelmi készlethez tartozik. Valamikor az áruval együtt eladott üzletpalackok, gondolunk itt a betétdíjas kis palackokra, ugye ez mind-mind a kereskedelmi készlethez sorolható. Ugye a számvitel szempontjából, amit még egyszer beszéljük át, tehát anyagok, nyers és alapanyagok, segédanyagok, üzem és fűtőanyagok, alkatrészek, anyagi eszközök és maga az áru tartozik ide.
Ugye forgalmuktól függően, ugye a készletfajták, ez a második témacsoportunk, ugye van az állandó készlet, idényszerű készlet és speciális készlet. Ugye az állandó készlet áruforgalom lebonyolításához szükséges készletmennyiség. Tehát az állandó készlet áruforgalom lebonyolításához szükséges készletmennyiség. Van idényszerű készlet, egyes szezonra való felkészülést elősegítő készlet, például karácsonykor, húsvétkor, meg egyéb ilyen ünnepekkor. Tehát ezek az idényszerű készletek, vagy a nyári készletek, strandpapucs, napellenző, stb. Ez is idényszerű készlet. Nem biztos, hogy minden évben van, tehát idényszerűen vannak. Speciális készlet, egy-egy rendezvényre való felkészülést elősegítő készlet, például mojálisnál a vízsli és a sör. Tehát speciális készlet, egy-egy rendezvényre való felkészülést elősegítő készlet. Készletszintekben megkülönböztetünk biztonsági készletet, minimális készletet, maximális készletet és optimális készletet. Ugye a biztonsági készlet olyan készletmennyiség, ami alá a készletszint tartósan nem süllyedhet, mert a forgalom zavartalan lebonyolítását akadályozza. Tehát a biztonsági készlet olyan készletszint, ami alá tartósan nem süllyedhet a készletmennyiség. Ugye van a minimális, maximális, optimális készlet, azon belül is a minimális készletet fejtsük ki, tehát az a legkisebb készlet, amely még lehetővé teszi az egység működését, tehát magyarán szólva, az a legkisebb készlet, amely még lehetővé teszi az üzlet szokásos működését, ugye ez közvetlenül beszerzés előtt éri el az üzlet ezt a minimális készletet, tehát olyan nyersanyagok és áruk a részei, amely soha nem hiányozhatnak. És azok, amelyeket biztonsági tartalékként az esetleges beszerzési problémák áthidalására tartanak raktáron. Van a maximális készlet, ugye eddig a minimálisat beszéltük, meg most jön a maximális készlet. Az a felső határ, amely fölött a készletnövelés már nem jár a bevétel emelkedésével. A maximális határon felül csak akkor célszerű készletezni, ha idényre készül az üzlet, vagy valamilyen okból biztonsági tartalékot képez. Esetleg akció keretében kedvező feltételekkel jutott hozzá viszonylag nagy mennyiségű áruhoz. Tehát maximális készletet ritkán használunk, tehát vagy azért maximalizáltuk a készletünket, mert valamilyen akció keretében kedvező feltételekkel jutottunk hozzá nagy mennyiségű áruhoz. De általában maximális készlet bevétel emelkedésével nem jár. Optimális készletről beszéljünk akkor pár szót még. A megfelelő bevétel elérésére ad lehetőséget, ugye ez az optimális készlet, a termelő és értékesítő munka soha nem akadozik készlet problémák miatt, de a készletezés költségei sem túl magasak az optimális készletnél. Tehát jó a bevétel, a termelő és az értékesítő munka nem akadozik, tehát zavartalan, és a készletezés költsége sem túl magasak. Általában optimális készlet az, amit szoktak tartani az üzletek. Tehát az optimális készletnagyságot befolyásoló tényezőket beszéljük át. Egyrészt függ a forgalom nagyságától és az összetételétől. A forgalomba hozott áruk választékának a nagyságától, a választék szélessége és mélységétől is. Függ egyébként az optimális készlet a beszerzés gyakoriságától, az áru utánpótlási időtől is.
A vállalkozás raktározási lehetőségeitől is függ az optimális készlet. Például egy kis üzlet nem fog nagy mennyiségű árut halmozni a raktárába, mert felesleges. Mivel nincs akkora választéka, nincs forgalmába nagy mennyiségű termék, úgyhogy valószínű kis üzletnél az optimális készlet az kisebb lesz, mint egy nagy áruháznál. Egy hipermarketnél például sokkal nagyobb a optimális készlet. Hiszen egy kis üzletnek a raktár kapacitása is kisebb. Ugye függ még a optimális készlet a pénzügyi lehetőségektől, a készlettartási költségektől és az üzletpolitikától is. Illetve az áruk idényszerűségéből adódó, az optimális készlet még ettől is függhet, tehát az áruk idényszerűségétől. Illetve van egyéb tényező is, például készlettartalékképzés, ettől is függhet az optimális készlet. És egyébként az optimálisnál nagyobb árumennyiség ráfordításokat indokolatlanul növeli. Tehát az optimálisnál nagyobb készletet nagyon ritkán tartanak az üzletek. Kisebb árukészlet pedig az elérhető bevételt ugye csökkenti az üzlet számára. Tehát általában törekednek az optimális készletekre, hiszen úgy még a forgalom is zavartalan, kevés az anyagi ráfordítás is, illetve kevesebb az anyagi ráfordítás is, úgyhogy minden szempontból pozitív. Tehát optimálisnál nagyobb se jó, meg kisebb se, hiszen ha kisebb az optimálisnál, akkor a bevétel csökken. Hiszen előfordulhat, hogy vannak olyan termékek, amit a vásárlók esetleg keresnek, de nincs kinn a polcon, hiszen hamar elviszik azt a készletet, ami van az üzletben, így hát csökken a bevétel, hiszen valaki nem fog már venni olyan terméket, amit szeretne. Van a készlet kelendőség is, ugye vannak kúrens, inkúrens áruk, mindjárt fel is írom, kúrens és inkúrens áruk, tehát a kúrens áru azok a keresett, gyorsan fogyó áruk. Az inkúrens áruk pedig a nehezen eladható, elfekvő készlet oka a vendég igények téves felmérése. A tárolás során az áru megrongálódhat. Árkedvezmény adásával könnyen értékesíthető legyen az inkúrens áru. Tehát az inkúrens árak általában nehezen eladható áruk. Tehát ilyen elfekvő készlet. A kúrens áruk, amit itt látunk ugye fölöttem, azok keresettek, gyorsan fogyók. Az inkúrens meg annak az ellentéte. Tehát a kúrens áruk a legkeresettebb árukat jelenti, gyorsan értékesíthetők, lehetnek például idényjellegű termékek is. Az inkúrens áruk ugye nehezen értékesíthető, vagy eladhatatlan termékek. Például inkúrens áru, mit tudom én, a divat változására hajlamos termékek is ilyenek lehetnek. Tehát inkúrensé válnak. Vannak a standard áruk, ezt mindjárt fel is írom. Tehát standard. Tehát standard áruk, a napi cikkeket soroljuk ide. Forgalmunk rendszerint állandó, tehát kenyért, meg az ilyen napi cikkek. Tehát a standard áruk a napi cikkek, illetve van még a szezonális készlet. Ugye évszakokhoz, ünnepekhez kötődő termékek, tehát a boltokban ezeket különböztetjük meg. Tehát kúrens áruk, ugye a legkeresettebbek, inkúrens az a nehezen értékesíthető, standard áru az a napi cikkek, kenyértej, tojás. Meg van a szezonális készlet, ugye a évszakokhoz
ünnepekhez kötődő termékek. És akkor folytassuk is tovább akkor. Tehát a készletek nagyságát befolyásoló tényezőket nézzük át. Ugye készletezés. Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyításához nélkülözhetetlen. Tehát a készletgazdálkodásra azért van szükség, hogy a vállalkozás minél hatékonyabban, minél kevesebb költség ráfordításával érhesse el a lehető legnagyobb bevételt. Hiszen minden vállalkozás arra törekszik, hogy minél nagyobb legyen a bevétele és a haszna és a profitja. Tehát anélkül nem vállalkozás a vállalkozás. A készletgazdálkodás során elemezni kell a készletek nagyságát, összetételét, illetve a készletezés költségét, a készletek és az értékesítés közötti összefüggéseket, illetve annak még készletpolitikai döntések is a készletezés során. Tehát függ a készlet nagyságától, a készlet összetételétől, az optimális készlet nagyságtól, a minimális készlettől és a maximális készlettől. A döntéseket befolyásolja. Ugye a forgalom nagysága és összetétele, a beszerzés gyakorisága, a szállítási távolság, a forgalmazott áru jellege, a tárolókapacitás, a készletezés költségei és a vállalkozás pénzügyi helyzete is meghatározó. Tehát a készletek összetételének nagyságának meghatározását már ugye beszéltük. Tehát a készlet nagyság kialakításakor arra kell törekedni, hogy a készletek egy adott időszak átlagában optimális szinten legyenek. Ugye ez, amit beszéltünk, ilyen az optimális készlet. Ugye a forgalom zavartalan lebonyolítását, legnagyobb árbevétel elérését teszi lehetővé a legkisebb ráfordítással. Közvetlenül befolyásolja az eredményes gazdálkodást, ha a szükségesnél nagyobb, tehát megnöveli a raktározási költséget, többletmunkát is eredményez, vagy ha az optimálisnál kisebb, ugye nem biztosítja a vevők számára szükséges árumennyiséget. Ezáltal bevételtől esik el az üzlet. Az, amit mondtam, hogy mit tudom, valaki keres étcsokit, és például ugye nincs az üzletünkbe étcsoki, mivel az optimális készletszint alatt dolgozunk, ezért mi attól a bevételtől elestünk. Tehát fontos az optimális készletre való törekedés. Tehát ezért nagyon befolyásolja az eredményes gazdálkodást a készletezés. A készletek árufélénkénti összetételét a különböző választék jellemzők szerint úgy kell kialakítani, hogy az adott vállalkozás a megcélzott vevőkör igényeit, keresletét a legelterjedtebb mértékben ki tudja elégíteni. Ugye a árufélenkénti összetétel ugye függ, hogy hol van az üzlet, milyen környéken, hogy mivel mit tudom én, például Pesten teljesen más választékom, teljesen más árral dolgoznak a boltok. Mint például vidéken. Mert Pesten például lehet igény a luxus cikkekre is. Vagy a nagyobb minőségű cikkekre is. De vidéken nem biztos. Ott lehet, hogy olcsóbb termékek vannak szélesebb választékban. És a kevés, és ott meg kevés luxus cikk van tartva esetleg. Az, hogy az árukészletek folyamatosan biztosítsák a kereskedelmi vállalkozások tervezett értékesítés forgalmának árukészletet, illetve árukészlet igényét, meg kell tervezni az árukészletek nagyságát. A tervezés során figyelembe kell venni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a készletek nagyságát, melyek közül a legfontosabbak, ugye az értékesítési forgalom nagysága. Tehát, hogy mennyit tudnak értékesíteni.
Mekkora a vásárló erő? Ugye függ a választék szélességétől és mélységétől, illetve függ a beszerzési tevékenység színvonalától is. Illetve függ még az árutánpótlás gyakoriságától. Gyakoribb árubeszerzés esetén kisebb átlagkészlet is elegendő. Tehát függ az árutánpótlási idő gyakoriságától, hogy havonta egyszer jön a beszállító, vagy napi szinten. Tehát függ ettől a készlet. Egyébként a nagy üzletek rájöttek arra, főleg ez a legmodernebb technika, amit most alkalmaznak, hogy az úgynevezett just in time-ot alkalmazzák már. Tehát éppen időben beszerzési koncepciónak fordítanánk le magyarra. Tehát alkalmazása a beszerzésben csökkentheti a készletek nagyságát. Ez a just in time. Minimális készletek nagysága, tehát minimális készletek kellenek ilyenkor. Tehát a raktározási árutánpótlási kapacitás, illetve a készletfinanszírozásra fordítható pénzeszközök lecsökkennek, hiszen nem kell akkor a készletet tartani, nem kell akkor a raktár, tehát nem kell akkor a árutárolási kapacitás. Tehát a just in time az ez, hogy mindig éppen időben, tehát mindig beszerzem az árukat a beszállítóktól. Kevesebb ember kell nekem ezért, kevesebb tároló kapacitás, tehát sokkal jobban jön ki költségügyileg ez a just in time alkalmazása. Tehát mostanában tényleg a nagy vállalatok is erre törekszenek, hogy ezt a just in time-ot alkalmazzák. Tehát sokkal pozitívabb eredményt lehet elérni a bevételbe, hiszen kis költségráfordítás, nagy bevétel. Egyébként a készletgazdálkodás szerepe, jelentősége, ugye a készletelemzés, költségek és ráfordításoktól függ. Tehát a készletgazdálkodásban a fő cél, hogy olyan árukészletet kell biztosítani, amely megfelel a keresletnek, a vevő igényeinek mennyiségben, minőségben és választékban is. Tehát olyan árukészletet kell biztosítani, amely megfelel a keresletnek, a vevői igényeknek, mind mennyiségben, mind minőségben és választékban is. A forgalom igényeit a legkisebb költséggel és készlet lekötéssel kell biztosítani. Tehát, mert egyébként minden készlet az pénzlekötés. Tehát ez egy lekötött pénz. Ugye a készletezés döntéseket megvalósító módszerek, ugye a raktár áttekinthetőségének biztosítása, az áru és az állagromlásnak a megakadályozása is ide szerepel, így szerepel. Tehát az, hogy úgy raktározzuk el az árut, hogy ne keletkezzen állagromlás. Akadályozzuk meg. Hiszen akkor az én bevételem csökken, vagy a mi bevételünk csökken. És az inkurrens, amiről már volt szó, tehát az, ami nem fogyó termékek, amik nem fogynak, nehezen eladható, azok ne legyenek. Tehát inkurrens áru ne képezzen készletet nekem. Hiszen ott marad a pénzem, nehezen tudom értékesíteni, és esetleg, hogyha romló élelmiszer esetéről beszélünk, inkurrens árunál például, akkor ugye, hát az a pénzem elment a kukába. Tehát nem lett belőle hasznom, az nekem csak pénzkidobás volt. Úgyhogy nagyjából ennyi, amit el tudtam mondani itt most a készletgazdálkodásról.
Úgyhogy, illetve a készletezésről, úgyhogy nagyjából ennyi lett volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást!